Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás szeptember hónapra a szűz jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy havi jóslást, a díjam 4000 forint. Amire még felhívnám a figyelmeteket, van egy kedvezmény, ha írtok egy e-mailt, megkapjátok e-mailen keresztül a személyes szerencse számotokat, mindez ingyenes. És most megnézzük, hogy mi történik szeptember hónapban. Első hét az itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy a képen. A fejed fölött nincsenek kártyák. Azok jelentenék a te gondolataidat, te zárkózott vagy. Azt is jelentheti, hogy ne beszélj a terveidről. Sőt, erre utal a kulcs és a könyv. Légy zárkózott. Csukd be ezt a könyvet. A ház az jelenti az otthont vagy a családot. Itt a gyermek persze jelentheti a gyermekeket is, vagy jelent egy új kezdetet, lesznek változások, megújulások a családon belül. Itt a hajó jelenti a reményt, vagy jelent külföldi kapcsolatokat. Esetleg egy ingatlant külföldön. Vedd kezedbe ezt az arany érmét, figyelj oda erre, tehát ügyelj az anyagiakra, de a saját értékeidre is. Itt a szerelemben lesz egy új kezdet. Ez lehet a könnyűség, de lehet a könnyelműség is. Jelenleg légy zárkózott, titokzatos. Várj, amíg ez a férfi keresi veled a kapcsolatot. Második hét szeptember hónapban itt látható. A fő papnő őrzi a sorsok könyvét. Tehát lesz itt egy sors, döntő kapcsolat vagy változások, sőt, a kereszt szintén erre utal, hiszen eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt is látható a változás, a gólyák szintén változásokra utalnak, a gyűrű jelentett kapcsolatokat, szerződéseket, vagy, hogy valami, vagy valaki visszatér a múltból. Itt a kardok jelentik a döntéseket, jelentik a levegő elemét, azt is, hogy milyen ötletek vannak, hogy lehetne ezt megvalósítani, utalnak beszélgetésekre is. Ez egy jó hír, hiszen itt látható a kardok mellett a virágcsokor. Ez a virágcsokor jelentheti a te szépségedet is, vagy egy kreatív tevékenységet, vagy egy jó hírt, egy kellemes meglepetést, vagy egy meghívást, egy ajándékot, és itt látható a nyilvánosság, ez lehet egy meghívás, ő szeretne veled találkozni a nyilvánosságon, ahol megjelenik a kereszt is, amikor a sors utatok kereszteződik. Harmadik hét szeptember hónapban itt látható. Elhagyod a könnyek mezejét, nem csak te, ő is. Lezárjátok a múltat. Itt vaciláltok még egy kicsit, de az a fontos, hogy vegyétek kezetekbe ezt az arany érmét, ez utalhat az anyagiakra, a munkára, a hivatásra, de a belső értékekre is. Itt lesz egy ajándék, valaki átnyújtja ezt az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat. A csillagok szerencsét hoznak, sőt, a varázsló is. Itt lesz közeledés, kihat a szerelemre, és az a királynő te vagy, ha egy hölgy vagy, elfoglalod a helyedet az életben, és uralkodsz az érzelmek felett. Itt a liliumvirág azt jelenti, tisztázódik majd valami.
utolsó hét szeptember hónapban itt látható. Ez a férfi jelenti a férfiakat, vagy a te lelki társadat. Egy vonalban vagytok, tehát megvan a kapcsolat. Itt tisztázódik kettőtök között valami. Minden esetre ez az ő terve. Ami a munkát, a munkahelyet illeti, itt szűkös a helyzet, vannak korlátozások, és miért van így, a választ megadja ez a kártya. Te jól dolgozol, mások figyelgetnek téged. Ők tudják azt, hogy te szorgalmas vagy. De nem mondják ki, hanem úgy kezelnek, mintha egy diák lennél. Emiatt úgy fogva érzed magadat, hiszen korlátoznak mások téged. Itt vannak az utak, ez jelentheti a döntéseket, változásokat, és a levél egy hírt, vagy egy szerződést. Itt a világ jelentett utazásokat, kapcsolatokat, sőt barátságokat is. Ez a világ, ez lehet internetkontaktus is. És itt megjelenik a sors kereke, tehát lesznek sors döntő változások. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!